Köszöntöm Önöket! Az SOS Építkezem áprilisi száma két téma köré épül, miközben több mint 100 évet utazunk az időben. Tekintsék meg képes ajánlónkat! Lakópark építészet. Magyarországon lassan 10 éve tart az ingatlanpiac mélyrepülése. A 80-as, 90-es évek társasházépítési láza a múlté, és az igények is jócskán megváltoztak. Történelmi örökség, gróf Andrássy Gyula nem állandó lakhelynek, csupán egy reprezentatív vadászkastélynak szánta a tiszadobi birtokra épített kastélyt, mely bár még nem látogatható, újra eredeti szépségében pompázik, falai felelősségről, hazaszeretetről és egyetemes emberi értékekről üzennek. Magyarországon lassan 10 éve tart az ingatlanpiac mélyrepülése. A 80-as, 90-es évek társasházépítési láza a múlté, és az igények is jócskán megváltoztak. A lakópark építészetről beszélgettem Balázs Tiborral. Alaposan átrajzolódott az utóbbi évek lakóházépítési trendje, a vevők kevesebb, de tudatosabb, és a belvárosi telkek is megcsappantak. A városok peremkerületei viszont új lehetőségeket is nyitottak a lakásépítészetben. Azt gondolom, hogy a társadalmi rétegződés ugye olyan manapság, mert hogy van egy nagyon szűk réteg, aki meg tud engedni magának hatalmas luxussal megépített kényelmes családi házat, és van egy nagyon leszakadó réteg, akinek ugye ilyen szociális bérlakás igénye lenne, ami még most Magyarországon nem nagyon áll rendelkezésre. És hát nyilván attól is függ, hogy ki milyen környezetben szeret élni, amit gyerekkorában esetleg megszokott, vagy mintaként látott. De nyilvánvaló, hogy a társasházi építés, vagy éppen a lakóparkokban lévő lakások egy olyan középszintet képviselnek, amely sokak számára elérhető. Ennek megfelelően milyen szempontok alapján terveznek ma egy-egy, most már nem társasházakról beszélünk, hanem konkrét lakóparkokról, ahol tömbösítve több lakóház képez egy egységet? Hát igen, ugye a 80-as, 90-es években volt ez a bizonyos nagy társasházi lakásépítési hullám, ahol főleg a belvárosi régi házak újultak meg, illetve helyettük lettek társasházak, ami a szabályozási terv engedte. Az elmúlt 10 évben már inkább a lakóparkok, lakóligetes fejlesztések kerültek előtérbe. Ez nyilván egy-egy fejlesztőnek komoly anyagi háttérrel kell rendelkeznie, hisz a belvárosi szűk társasházi környezettől jobb minőséget tud biztosítani egy lakópark, ahol sok a zöld, az épületek tágasabban helyezkednek el, kicsit szellősebb az élet. Mi az az optimális méret, ami egy jól élhető ilyen lakóparkot valósít meg? Hát igazándiból ezt nehéz így konkrétan megmondani, de az biztos, hogy egy-egy fejlesztés, mivel infrastruktúrát kell építeni, zöld területet kell fejleszteni, akkor éri meg, ha minél nagyobb, vagy egy ilyen közepes méretben kell gondolkozni, tehát 5-6-10 csoportház alkothat egy ilyen lakóligetet, amely költségei fajlagosan jobbak, mint ha csak kevesebb lakár. Ugyanakkor minél többen élnek együtt egy közösségben, annál több szempontot kell figyelembe venni, hogy az a kényelmet is. Igen, de mondjuk a terület kiválasztáskor már ugye definiálva van, hogy körülbelül milyen volumenű fejlesztés lehet azon végrehajtani, és nyilván az ilyen fajta gondolkodásnál nagyon odafigyelnek a fejlesztők, hogy maradjon elég zöld terület, csábító legyen a leendő vásárlók számára. Milyen igényeket támasztanak egy ilyen modern 21. századi lakással, lakóparkkal szemben a vásárlók? Már maga a helyszín kiválasztás is ugye egy olyan preferencia, hogy ne túl kint a városból, olyan helyen, amely körül olyan infrastruktúra van, iskolák, óvodák, üzletek, amelyek felértékelik azt a területet. Nyilván a közlekedési szempontok se mindegy, hogy hogyan alakulnak. Meg hát függ a tervezés során bemutatott dizájntól is, hogy a vevők számára ez csábító-e, vagy ugyanolyan lelakott, hát mondjuk ez így rosszul. Tehát nyilván úgy kell gondolkozni a tervezés során is, hogy esztétikai plusz is legyen a tervekben. Milyen tereket illik kialakítani egy ilyen lakóparkban?
Hát ugye nagyon fontos, hogy parkolni lehessen a területen, nyilván ez oték előírás is, de kellenek fedett garázsok, vagy esetleg teremgarázsok, de nagyon sokan ezt ugye nem tudják már a lakással együtt megfizetni, ezért nyilván felszíni parkolókat is biztosítani kell. Nyilván fontos szempont is előny, hogyha egy, nyilván ezek többszintes házak, ha liftet telepítünk például az épületben, a közlekedők lépcsőházak elég tágasak, tehát ezek még ugye nem a lakáshoz tartozó funkciók, de fontos a használati szempontból, és felértékelik a szinteken lévő lakásokat. Milyen szolgáltatásokat tud nyújtani egy ilyen lakópark? A lakóparkok igazándiból csak lakásokból állnak, de nyilván a hozzájuk tartozó környezet tud olyan plusz szolgáltatást nyújtani, amelyben mondjuk a szabadidő eltöltése, a sportolási lehetőségek biztosítottak, illetve hát maga az a szolgáltatás, egy nyugodt környezetben tud az ember élni. Meg hát gondolom ez is igényszinttől függ, illetve azért vannak olyan luxus lakóparkok, ahol közös úszómedence akár, vagy biztonsági szolgálat, egyebek azért megtalálhatók. Igen, hát főleg Budapesten épültek ilyen lakóparkok. Nyilván ez egy magasabb igényszintű, illetve magasabb költségű lakóparkok is. Nyilván nem mindegy a célközönség, amint az előbb is szóba került, hogy kiket célzunk meg. Itt Nyíregyházan inkább egy ilyen egyszerű komfortfokozatú, de igényes táji környezettel épített lakóparkokba lehet gondolkozni. Illetve az sem mindegy, hogy a lakópark hol helyezkedik el, mert ha körülötte megvannak azok a szolgáltatások, amelyeket nem kell feltétlenül a lakópark épületeiben biztosítani, akkor ilyen módon csak tisztán mondjuk lakások épülnek. Van ugyan olyan fejlesztés is, ahol meg magával a szolgáltatással próbálnak egy bizonyos vevőkört oda csábítani. Mennyire népszerűek ezek a lakóparkok, azok, ahol már működnek? Mi a tapasztalat? Mennyire szeretnek a lakók ilyenekben élni? Hát én azt gondolom, bár én nem vagyok inkább a fejlesztő, hogy most ugyan a pénzügyi válság miatt egy kicsit visszaesett a piac, de amikor ez a történet így elindult, azt gondolom, hogy ez nagyon csábító és jól prosperáló fejlesztési irány volt. Ami most következik, az, ha úgy tetszik, tekinthető a lakásépítészet egy múltbeli formájának, azon belül is egy speciális formának. Egyáltalán nem nevezhető ugyanis tömegigényeket kielégítő lakásépítészetnek. Ráadásul Gróf Andrássy Gyula nem állandó lakhelynek, csupán, és ez a csupán idézőjelben értendő, vadászkastélynak szánta a tiszadobi birtokra épített kastélyt, amely bár egyelőre a nagy nyilvánosság előtt zárva van, de már eredeti szépségében pompázik. Az eredetileg székely származású Andrássy család több tagja is említést érdemel Magyarország históriájában. A legnagyobb tekintélyre azonban minden kétséget kizáróan idősebb Andrássy Gyula tarthat számot, akinek képességeire, karizmatikus egyéniségére Széchenyi is felfigyelt. A kiegyezés utáni Magyarország első miniszterelnöke, későbbi külügyminisztere a monarchiához való hűségnél előbbre valónak értékelte nemzetét, fontos küldetésének érezte a magyar nemesség presztízsének növelését. Ezt célozta a tiszadobi kastély megépítése is. Az új Andrássy kastély a 80-as évek másik felében épült, 90-re készült, tehát úgy, amikor ugye Andrássy Gyula meghalt, akkor az a kastély már elkészült. De azt is hozzá kell tenni, és hogy az Andrássyokat helyre kell tenni a kastélyépítészetben, hogy ha beszélünk a történelmi Magyarországon kastélyépítészetről, akkor általában három nagy vonzás közöttről beszélünk. Pest-Budáról, Bécsről és Pozsonyról. Gyakorlatilag ennek a körzetében találunk nagyon nagy számban kastélyt a 19. században is, meg előtte is. Utána Fejér megye, Zala megye és a többi szintén úgy hozzácsapódik, de ha jövünk kelet felé, azt kell tapasztalnunk, hogy a kastélyépítészet hiányossá válik. Na most ebben a térségben, hogyha itt beszélünk a Felvidéktől kezdve egészen mondjuk Szatmár megyéig, akkor azt kell mondanunk, hogy két nagy családról kell beszélni, aki gyakorlatilag megteremtette a kastélyépítészetet ebben a régióban.
Ez a két család a Károlyi család volt, és a másik pedig Andrássy család volt. A Károlyi család az inkább udvarhű volt, és sokkal inkább szolgálta az udvart, mint az Andrássy család. Az Andrássy családról azt lehet mondani, hogy sokkal inkább hazafibb volt, persze nyilván a pénztárcáját is figyelte meg az udvarhűségét ilyen értelemben, de azért sokkal inkább nemzeti kötődésű volt, és gyakorlatilag ez a család teremtette meg ebben a térségben, nem teremtette meg, de igazából ő képviselte a komoly kastélyépítészetet. Tehát, hogyha itt most beszélünk Betlérről, Tőke, Terebes, Debren, ami ugye már egy vadászkastély volt, az már nincs meg, Parnó szintén nincs meg, Tiszadob, ezek jelzik, hogy itt egy kitett kastélyépítészetről kell beszélni. Most a tiszadobi kastély ilyen módon tehát igazából, tehát egy nyári kastélyként működik. Azért azt lehet mondani, hogy a kastélyban az élet az tényleg úgy folyt le, hogy élvezték magának a kastélynak a szolgáltatásait, és igazából élvezték magát a Tiszát, a Holtisza ágat, mert ugye ez egy fantasztikus közeg volt ilyen módon az ott lakók számára. Andrássy így nagyon szeretett itt tartózkodni, tehát ilyen módon számára rendkívül fontos volt. Gyakorlatilag idehozta a fejlett nyugatot ebbe a térségbe, hiszen egy Loire-ban menti kastélyt valósított meg, ugye ez egy gótikus jellegű kastélyról van szó, a historizáló ekletika jegyében épült, ami azt jelenti, a historizáló ekletika, hogy különböző stílusok keverednek egymással. Azért az Andrássy kastélyban nyilván gótikus elem az, ami inkább meghatározó, és gyakorlatilag ugye a Loire menti kastélyok példáját követi, de benne van egyébként benne van Vajdahunyadvár is egyébként, mint előkép, és a kendefiek révén új őrölje Boldogfalva szintén megjelenik a kastélyban, tehát többféle hatás eredményeképpen születik meg ez a tiszadobi kastély, amely végső formájában egy aszimmetrikus kastélyt jelent, és hogyha valaki oda megy most látogatóként, akkor azt látja, hogy még legfeltűnőbb elem az a hengeres tornyok, illetve a négyzetes alakú tornyoknak a halmaza, ugye rajta kúffedéssel, illetve gúlafedéssel, ugye ez ami feltűnő. Lőrészszerű nyílások vannak, ablaknyílások vannak ugye a felső részen, ez az összbenyomásunk. Egy harmonikus épületről van szó, ezt látjuk. Hogyha egy sétát teszünk most a kastély irányában, akkor belépünk a kastélynak a kapuján, úgymond, akkor látunk kisebb épületeket. Maga az út egyébként, ugye, amikor a barokk általában egyenesen vitte az útjait, most azt látjuk, hogy az út az finoman kanyarog. Na most vannak ott bizonyos épületek, istállókról van szó, konyháról van szó. Ez egy érdekes dolog, hogyha valaki megfigyeli, hogy féloldalasan van elhelyezve, szégyenlősen van elhelyezve, az nem tartozik a kastély képéhez, az egy kiszolgáló egység, nem jó arról tudomást venni. Meg lehet figyelni, hogy fákkal van körülvéve, ne látszódjon. Tehát ilyen módon így tudunk eljutni magad a kastélyhoz. És ugye a kastély épületének a sajátossága a látogató számára, hogy a főhomlokzat az a másik oldalon van, ott található. És ugye a főhomlokzat előtt pedig ugye egy nagyon híres partrészet látható, ezt úgy hívjuk, hogy hímzéses parternek hívjuk ez. Ez a barokkból származik, de igazából attól már ez a forma már elszakadt ebben a korszakban. És ez a hímzéses parter gyakorlatilag egyszerűen lefordítva egy téglalap alakú területet jelent, ahol buxusok vannak ültetve, és hogyha a buxust, amikor kezelték, az úgy nézett ki, hogy néhány centiméteres kis farkasfog és mindenféle alakzatok voltak kialakítva abból a növényzetből, és azért mondom ezt el így hosszabban, mert ugye mindig azt mondjuk róla, hogy ott egy labirintus volt. Most az a labirintus, ez olyan szempontból nem igaz, hogy az azért vált labirintussá, mert nem volt kezelve. Ugye nyilván kertészek hadakerte ahhoz, hogy ezt a néhány centis kis cikornyákat, azért is hívják egyébként hímzéses parternek, mert a női ruha hímzéséhez hasonlít ez a mintázat. És ugye ráadásul az úgy nézett ki, mögött, tehát a növényzet alatt pedig színes zúzolékkő volt, üvegtörmelék, esetleg téglatörmelék volt, tehát még színében is kiemelte ezt a zöld alapot, tehát ez tényleg egy rendkívül látvány, tehát nem beszélve egyébként, hogy virágok voltak közéültetve és a többi, tehát ezeket ugye lehetne szépen ragozni. Ugye, hogyha valaki oda megy a parkba és megnézi ezt a hímzéses partert, kicsit meglepődik, én is meglepődtem, amikor oda mentem tavaly ősszel. Ugye a kertépítők úgy mondják, hogy ezeket így kell visszavágni, tehát gyakorlatilag teljesen visszavágták az ott lévő buxusokat és a jelentős tiszafa állományt, ami szintén nagyon fontos része ennek a parknak,
És gyakorlatilag most egy ilyen megújító folyamatnak vagyunk a részesei, ami most egyébként nagyon nem látványos, de nagyon látványossá válik nyilván a későbbiekben. Most ugye ez volt ez a fajta barokk kertnek egy késő utóélete volt ez. De azt is hozzá kell tenni, hogy azért mögötte ott volt az angol parknak a képe, tehát sajnos az nem látszik már, hogy a hímzéses parter tengelyével egy irányban volt egy nagy nyiladék. Tehát az erdőbe váltak egy nagy hatalmas nyiladékot. És gyakorlatilag a mögötte lévő angol kert a környékbeli fáknak a egyedeiből állt, tehát ugye ott voltak fűzfák, nyárfák, tölgyek és a többi, tehát ez is fontos részét képezte a parknak. Sajnos a parknak a belső részén ugye látható néhány csonkán megmaradt fa, az a fa, ami már sajnos elpusztult, ugye itt ez a szokásos kastélysors volt, hogy a II. Világháború után kivágtak a fákat, és ugye az elpusztult, viszont az angol parknak egy picike része megmaradt, ahol különleges fafajtákat ültettek, tehát a kastély hátsó homlokzata előtti részen ott ilyen különleges fajták vannak. Fontos szerepe volt ilyen szempontból a növénykultúra megteremtésében is a fiúraknak. Olyannyira egyébként, hogy a botanikus kertjeink azok általában fiúri parkokból alakultak ki. A jelenlegi kastély helyén már 1870-ben is állt egy fakastély, ez azonban nem volt alkalmas magas rangú főurak fogadására. Andrássy grófnak külügyminiszterként Nyugat-Európát járva határozott elképzelései voltak egy leendő, reprezentatív vadászkastély víziójáról. Meining Artúrt kérte föl a kastélynak a megtervezésére, de a korabeli újságok azok szépen leírták, hogy tulajdonképpen a kastélyt azt Andrássy Gyula tervezte, mert minden részletét meghatározta. A valóság tulajdonképpen az, hogy volt egy kiforrott koncepciója, amit aztán Meining Artúr gyönyörűen szépen papírra vetett, és megépítették ezt a kastélyt. Az építés időpontja vitatott, mert vannak olyan álláspontok, mely szerint 1880-tól 85-ig építik, van olyan, amelyik azt mondja, hogy 1884-ben már készen volt, és van olyan is, amelyik azt mondja, hogy 1886-ra van kész, és tulajdonképpen 84-től 86-ig építik meg a kastélyt. Ebben az időszakban mindenhol az egész világon dévik az eklektika, vagyis az, hogy visszahozni korábbi stílusoknak az értékeit, a formavilágát, és emellé mellé tenni a kornak azokat az ipari vívmányait, amelyekkel sokkal lakhatóbbá, otthonosabbá lehet tenni ezeket az épületeket. Andrássynak volt egy koncepciója, mely szerint ezt a Loire-menti kastélyoknak a stílusában egy ilyen gótikus, késői nyugati gótikára kell gondolni, itt gótikus tornyokkal szabdalt épületet kívánt létrehozni, mert ilyen viszonylag kevés volt Magyarországon, és ez építészeti vonatkozásban, amit aztán Meining Artúr megtervezett, ez egy rendkívül kvalitásos épület lett, elsősorban a külső megjelenése szempontjából. És a belső tér az kevésbé volt ilyen reprezentatív, hiszen ez nem a családnak volt egy élő kastélya, hanem egy vadászkastély volt, ahol bizonyos puritánsággal rendezték ezt be. Ezt idézőjelben mondom, mert ahogy itt körülnézünk a szalomba, meg mindenhol, azért csodálatos dolgokat látunk, és egy kicsit fájó érzéssel veszem mindig tudomásul, mikor a művészettörténészek azt mondják, hogy ez egy provinciális kastélyként kezelendő. Az eltelt 130 év során a kastély nagyjából megőrizte külső képét, néhány átalakítást és persze a II. Világháború traumáját azonban megélte az épület. A kastély történetével összefüggésben voltak ezek az átépítések. Ugye 1890-ben meghal idősebb Andrássy Gyula, a miniszterelnök, majd később a monarchiának külügyminisztere meghal, és a fiai között ez a tulajdon osztódik, és ifjabb Andrássy Gyula kerül Tiszadobra, ő lesz itt a birtokos, a testvére, Tivadar, pedig tőketerebesen kapja meg a kastélyt. Tivadar megnősül, gyerekei, lányai születnek, a felesége az Ricsi Eleonóra grófnő, és
Aztán Tivadar is meghal 1905-ben, és egy nagyon furcsa helyzet alakul ki, mert ifjabb Andrássy Gyula nyilván a birtok mentése miatt elveszi a sógornőjét feleségül. És úgy döntenek, hogy ide költöznek át Tőketerebesről, és ebben a kastélyban fognak élni. Igen ám, de hát a grófnőnek, aki egy igen kemény jellemű hölgy volt, és egy nagyon szigorú hölgy volt, voltak igényei. És ezért ifjabb Andrássy Gyula 1908-tól 1912-ig Möller Istvánnak a tervei alapján elindít egy átépítést. Ami igazán megmaradt ebből az átépítésekből, mert nyilván sok kis részlet is volt, ami átépítésre került, az az úgynevezett téli kert, amit a déli oldalon a nagy ebédlőhöz kapcsoltak hozzá, és a későbbiek során áthozzák oda a budai Andrássy palotából, mert ott azt felszámolják azokat a dolgokat, a Ripley Rónai által tervezett, Zsolnai által készített ebédlőt. Igen ám, de hát ugye ezt a helyet ki kellett építészetileg is alakulni, és akkor Ripley Rónai megtervezi a gyönyörű Virágos kert című ablakát, egy gyönyörű bevilágító mennyezettel, amit most a helyreállítás során rekonstruáltak, és valami gyönyörű hangulatúvá tették ezt az egész dolgot. Andrássy Sándor kapja meg 1930-ban az épületet és magát az egész ingatlant. Hitbizományban volt, miután nem volt Andrássy Gyulának, ifjú Andrássy Gyulának gyereke, fia, emiatt ő rászállt a hitbizomány, de ő teljesen elhanyagolja az egész parkot, az épületet, és nem történik semmi egészen a 1940-es évekig, amikor ugye vége van a világháborúnak, akkor a világháború után elkezdik eladni az Andrássy birtokokat, és eladják Tiszadobot is, és eladják az összes berendezési tárgyát, az Andrássy családnak a különleges értékű műtárgyaitól kezdve mindent eladnak. Gyakorlatilag kifosztódik a kastély, és aztán 45 után ide először ilyen görög gyerekeket hoznak nyaralni, körülbelül egy évig ilyen nyaraltatás van, akkor utána valamelyik hajdúsági városból, talán Hajdúböszörményből hoznak gyerekeket, azokat is itt nyaraltatják, és ezután jön már, ez már az 50-es években a következő lépcső, amelyik arról szól, hogy ide állami gondozott gyerekeket tesznek be. Természetesen iszonyúan lelakják a kastélyt, mert először itt vannak és itt laknak a gyerekek, elsősorban a felső szinteken, amelyek kevésbé voltak reprezentatívak. Nagyon lerakják, és a későbbiek során épül meg itt talán a 70-es években a kollégiumuk, a konyha, meg minden, ami lehetővé tette azt, hogy ebből az épület részből kiköltöztessék őket, és közösségi célra használják föl ezt az épületet. 1908 után tehát több mint 100 év telt el, mire egy következő, azaz a mostani felújítás lehetővé vált. Mind a tervezés, mind a kivitelezés során az eredeti állapot megőrzése volt a legfőbb szempont. Nem látszik belőle semmi. Holott nagyon intenzív módon hozzá lett nyúlva a kastélyhoz. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg csak földszintesként kezelt földszinti részen, éppen a magas lábazat miatt, ami kívülről jól látható, a belső terekből kiszedték a földet, és végig a nagy szalon, a zeneszoba, a nagy ebédlő, a fekete ebédlő, és egészen a téli kertig egy új pincerendszert hoztak létre, amelyik a kisebb léptékű pincéből megközelíthető. Itt lettek elhelyezve azok a gépészeti berendezések, amelyek kiszolgálják ezt az egész rendszert, és hál' Istennek semmi nem látszik ezekből a gépészeti dolgokból. Valamint ott van lent a konyha az összes kiszolgáló részével együtt a pincében,
és ez teljesen elszeparált módon a kastély belső enteriőrétől függetlenítve van. Magát az egész helyreállítást nagyon sikeresnek tartom, és van bennem egy pici kis hiányérzet azzal kapcsolatban, hogy vezetőként nem tudtam elég operatív módon bekapcsolódni ebbe az egész folyamatba. Hiszen az egész műemléki munkának, műemlékvédelmi munkának a sója az, amikor a napi apró problémákat kell megoldani, és igazából így ismerjük meg az épületet. Szerencsére a kollégám az maximálisan megoldotta a maga részéről ezeket a problémákat, jó döntéseket hozott, és én úgy gondolom, hogy a helyreállítás maga az nagyon sikeres lett és jó lett ezzel kapcsolatban. És persze vannak benne olyan dolgok, amelyet biztosan az utókor meg fog kérdőjelezni, de úgy gondolom, hogy ez mind annak érdekében történt, hogy az eredeti állapotot valamilyen szinten vissza tudjuk állítani, és rekonstruálni tudjuk mindezeket a dolgokat. Mindezt persze úgy kellett megtenni, hogy a 21. század igényeit kielégítő technológia valahogyan bekerüljön az épületbe. Így van, mert a szükséges világítás technikát is úgy kellett létrehozni, amelyik idézi a 19. század végét, ugyanakkor az sosem tudott annyi fényerőt adni, és ami szükséges volt ide. Tehát itt nem volt elég az, hogy csak csillárokat fogunk elhelyezni, hanem olyan komoly világító berendezések lettek elhelyezve, például ugye a fekete ebédlőbe az a lumenes világító mennyezet, amelyik nem látszik semmi, de mégis csodálatosan bevilágítja az egész rendszert. A tiszadobi kastély felújítása nem egyszerűen egy gyönyörű műemléképület megmentéséről szól, legalább annyira arról a szellemiségről, amelyre nagy szüksége van az utókornak. Falai egyszerre üzennek Andrássy gróf hazaszeretetéről, elkötelezettségéről és az Andrássy Katinka által képviselt egyetemes emberi értékekről. Abban a reményben búcsúzom, hogy ezt a gyönyörű épületet, az újjászületett tiszadobi Andrássy kastélyt mielőbb megcsodálhatja a széles közönség is. Köszönöm figyelmüket, 4 hét múlva várjuk Önöket legközelebb a képernyők elé, addig pedig ajánlom figyelmükbe weboldalunkat, számos korábbi műsorunk között böngészhetnek. Viszontlátásra!